kis íróasztalom mellé, és elkezdtem írni. És ez valahogy folyt belőlem. Jött ki a mondatok egyik a másik után. Nem éreztem azt, hogy én most arra sem gondoltam, hogy most ez stilisztikailag, vagy helyes írásban, vagy hogy csak jöttek a gondolatok. Amikor a nehéz részekhez értem, az bizony egy kicsit megviselt. Akkor úgy megálltam, és elkezdtem imádkozni. És a szűzanya valahogy mindig megsegített, és egy olyan biztatást adott, hogy csináld, írd tovább. Nagyon szép asszony volt. Magas, éjfekete hajú, fekete szemű, tüzes fekete szemű, gyönyörű szép asszony volt, és amikor fésülte a hosszú haját, akkor olyan sokszor eszembe jut még a mai napig is, hogy jaj, de jó volna, ha én őre hasonlítanék. Egy különleges filmmel állunk szembe, tulajdonképpen egy családi történet, családi dráma, dokumentumfilm. Minek nevezzük ezt a műfajt? Nehéz, de én azt gondolom, hogy nem a megnevezés a fontos, hanem a film megtekintése, és a közben és az utána levonható tanulságok. Amiből én egy-két momentumot talán kiemelnék. Ez egy igaz és tiszta film, ahol a szavak jelentése még nincs kifordítva, ahol a szavak még nem koptak meg, ahol az igazság igazságot jelent, a hazugság hazugságot jelent, és nem lehet kifordítani. És édesapámékat behajózták, akkor azt mondta apám, hogy a nagyanyámékhoz kell kimennünk, mert ott biztonságban leszünk. Ott van az anyámnak az öccse, aki Kalocsából prepa, hazaküldték már onnan, és férfi is van, a cselédség is ott van a háznál, ott jó helyük lesz. Hát a háború tragédiája azon az úton ért engem, amikor kivitt a nagybátyámat anyára. Egy októberi délután értem, jött a sárga intóval, a két gidrámmal. Nagyon szerette nagyanyám a két lovat. Beküldte értem. Anyám még nem akart jönni, és mi besoroltunk a menekülők és a katonák közé, akik már az országúton mentek. Nem hosszan kellett mennünk azon az úton velük, mert egy elágazás volt, ahová aztán, ami a tanya felé vezetett. De alig, hogy kiértünk az országútra, egy szovjet rata alacsony repülésbe elkezdte géppuskázni. A nagybátyám elvántott engem, és az árokba lökött, és ő mellén feküdt. Ez a repülőgép szépen elsuhant, végig géppuskázott. Mire mi onnan kimásztunk az árokból, hát az egyik lónak egy kis sérülése lett, de tulajdonképpen nekünk bajunk nem történt, de ott mellettünk bizony halottak, döglött lovak. Úgyhogy onnan nagyon nehezen keveredtünk, aztán tovább, míg elértük a bekötőutat, addigra már este volt, sötét. Nagybátyám meggyújtotta a viharlápát, bár nem volt szabad akkor világítani, de valahogy mindkettőnket, ő akkor volt 17-18. Évében már a Miska, és egy kis biztonságot adott ez a fény. Nagyanyám nagy örömmel, boldogsággal várt bennünket, hogy jaj, de jó, hogy megjöttetek, aggódtam értetek, és mindig az ölelésébe éreztem a melegséget. Ő nem mondta el nekem százszor, hogy szeretlek.
De annyira érződött a mozdulataiban, az ölelésében az a mérhetetlen szeretet. Átölelt bennünket, és azt mondta, de jó, hogy itt van vagy. Egy idő után az embert már a filmek, vagy a történetek megtalálják. Tehát én nem jártam utána, valóban egy költőnő küldött nekem egy rövid írást, amelyben nagyjából ez volt leírva, ami itt a filmben elhangzik, és én azt gondoltam, hogy ezt mindenképpen hát filmre kell venni, hogy ne csak én olvassam, és még néhányan, hanem minél többen lássák, mert fontos dolgokat mond ki, és ezt tisztán mondja, hogy így és ezért született meg. Szeretetről, ami az én terus nagyanyámból bugyogott, mint egy forrásból a víz, az ő tiszta szeretete, a hűségről, mert az én apám hű volt a édesküjéhez, hű volt az édesanyám az élet végéig, hűségesen ápolta. Tehát és a hitről, mert hit nélkül, hát én azt hiszem, hogy én magam sem tudtam volna ezt nemhogy megírni, hanem egyáltalán végig élni az egészet. És ezt az olyan fajta emberek táplálták belém, mint amilyen terus nagyanyám volt. Járóta vetítik ezt a filmet, szokott menni a vetítésekre. Hogyan tapasztalja, hogy fogadják a filmet? Értik-e? Megmondom őszintén, hogy a vetítésre kevésszer ülök be, mert számomra is eléggé megrázó újra átélni ezeket az élményeket. Viszont a közönség, most legutóbb Tihanyban voltunk, valami olyan frenetikus megindultsággal éli át az egészet, hogy még számomra is megdöbbentő, és ha szabad ilyet mondani, hogy egy ilyen családi dráma után megnyugtató érzés az, hogy van még az emberekben érzés és hit, mert másképp nem rázná meg őket, elsuhannának felette. Ajándékot adjak önöknek. Az elmúlt héten egy imát írtam. Istenünk, te az igazság istene vagy, nem a hazugságé. Te a béke istene vagy, nem a rendbontásé. Te a szabadság istene vagy, nem a rabságé. Te az élet istene vagy, nem a halálé. Könyörgünk hozzád, tégy minket készségessé, hogy felismerjük mindig a te akaratodat. Édesanyádnak ajánlotta fel első királyunk hazánkat, nemzetünket. Add, hogy otthon lehessünk ebben a hazában. Mert ez a könnyel vérrel itatott föld a miénk. Könyörgünk, hogy felismerjük felelősségünket testvéreinkért, kikkel együtt viseljük a mindennapok terheit, megaláztatásait. Add, hogy rádöbbenjünk, hogy fontosabb a szabadság, az igazság, mint az anyagi javak birtoklása. Ne engedd, hogy elhatalmasodjon rajtunk a gyűlölet és a bosszú. Add, hogy megtapasztalhassuk tetteinkben a te isteni erődet és szeretetedet. Most az életünk folyamán, és a mostani nagyon keserves, nehéz napjainkban. Amen.